Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán. A mai videóban három laktózmentes álomreggelit fogok nektek bemutatni. Olyan reggelik ezek, amiket én is gyakran szoktam készíteni magamnak. Nagyon szeretem őket, mert gyorsan, egyszerűen megvannak, és mint ahogy említettem is, laktózmentesek. Szóval aki esetleg ilyen problémával küzd, mint én, annak sem fog fájni utána a hasa, és bátran megeheti őket. Az első a szendvics krémes kenyerek csoportja lenne, ahol is három kedvenc szendvics krémemet szeretném bemutatni. Általában nagyon jól megvagyok a vajkrémmel, laktózmentes vajkrémmel, vagy sima majonézes kenyérrel is, azt díszítem valamivel, de őszintén szólva ez hosszú távon unalmas. Régi nagy kedvencem az olívabogyós szendvics krém, ebből töménytelen mennyiséggel meg tudok enni. Aztán a következő egy új felfedezésem, aminek napraforgó magpástétom a neve. A harmadik pedig csicseri borsókrém, azaz humusz, egy enyhén pikáns változatban. Teljes kiörlésű kenyérből készítem ma a szendvicseimet, aminek a szélei különböző magokkal vannak megszórva, és először az olivás, a nagy kedvences olivás szendvicsemet fogom megkenni, majd pedig a következő a napraforgó pástétom, amit igazából ezzel a dobozzal próbáltam ki először, és egyébként olaszos ízvilága van, tehát egy nagyon erős bazsalikomos, paradicsomos vonal érződik a napraforgó mellett. A harmadik pedig a csicseri borsókrém, ez egy nagyon lágy textúrájú kis szendvicskrém, szintén először próbáltam ki, de nagyon ízlett, és a pikánsága miatt lett igazán kedvencem, hiszen maga a csicseri borsó íz számomra egy kicsit unalmas, viszont így megturbózva egy kis plusz ízzel, nagyon nyerő volt és tényleg finom. Aztán díszítő feltét nevezhetjük így, de hát igazából ezek így nagyon szárazak, szóval muszáj valamit hozzá enni. Amit én gyakran szoktam megtenni, az egy laktózmentes mozzarella sajt, ezt szoktam általában hozzáeszegetni, vagy valamilyen zöldség. Jelen esetben pritamin paprika, illetve újhagyma lesz, amit hozzá fogok enni, de ez teljesen szezonális és általában opcionális is, amit éppen találok itthon. De, mint említettem is, így sokkal finomabbak ezek a szendvicsek valami kis plusszal, és én nagyon szeretem őket enni. A következő nagy kedvenc reggelim az a margarita kenyér, ezt én neveztem el így. Nos, először is a sütőt bekapcsolom és előmelegítem egy kicsit. Ez egy nagyon egyszerű szendvics ötlet lesz, négy hozzávaló kell, maga a kenyér, egy laktózmentes trapista sajt, paradicsom és oregano. Szóval két szeletnyi sajtot ráteszek a kenyeremre, majd pedig vágok össze ebből a kis koktélparadicsomból néhányat, amit aztán ráfektetek a kenyeremnek a tetejére, majd pedig megszórom jó vastagon oregánóval, mert én nagyon kedvelem az oregánót és minden egyéb ilyen olaszos ízt. Úgyhogy nagyjából a szendvicssel el is készültem, most beteszem a sütőbe, egy picit nyomatok még a hőfokon, 250, és 10 perc alatt elkészül a csodálatos margarita kenyér, ami elég gyors, elég egyszerű, néhány hozzávaló kell, viszont ízében abszolút fantasztikus, és szerintem egy nagyon jó reggeli ötlet is. A harmadik pedig a nagy-nagy kedvencem, a tejbegríz cool feltétekkel. Nos, először is 2 deci laktózmentes tejet mérek ki egy kis mérő edénykébe, majd pedig búzadarát fogok ugye hozzáadni. Ezt fontos volt megemlítenem, hiszen hát ilyen tejbegríz, tejbepapí vonalat lehet másból is készíteni. Nos, először is ugye felmelegítem a tejet, majd pedig adok hozzá egy kevéske cukrot, és szépen adagonként teszem bele a búzadarát ebbe a felhevített tejbe, ami aztán ugye megszívja magát, és el is készül a tejbegríz. Szeretem, hogyha viszonylag lágy a tejbegríz, az utóbbi időben sokat kísérleteztem vele, és nagyon sokszor túl kemény lett, úgyhogy most már próbálok erre tudatosabban figyelni, hogy ne vigyem túlzásba a búzadara adagolást, és hát így látható is, hogy milyen állaggal zártam ezt a kis gyors főzést. Ezután kiöntöm ezt egy tányérba, hadd hűljön, néhány percet várok, és ezután teszem rá a feltéteket, ami jelen esetben kókuszchips lesz, csiamag és fahéj. Jelenleg ezek azok, amiket nagyon szeretek
enni ezzel a tejbegrízzel, de mindig változó, éppen mi van otthon és mihez van kedvem, ez egy nagyon jól variálható reggeli ötlet, és laktózmentes, mind a mellett, hogy a feltétek miatt szuper egészséges. Nos, ennyi volt a mai videó, remélem, hogy tudtam egy kis ötletet adni nektek a következő reggelihez. Kíváncsi vagyok, hogy melyik volt a kedvencetek. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy nagy lájkot, gyertek csatlakozzatok a csatornához, ha szeretnétek még több hasonló videót, és tessék pezsegni, hölgyek és urak, hamarosan találkozunk egy friss videóban. Sziasztok!